1-0-ra győzött tehát az Ete itt az Eto Parkban. Egy olyan mérkőzésen, amely nézői szempontból nem volt annyira szórakoztató vagy jó összecsapás, de hát egy edző erről lehet, hogy teljesen mást gondol, főleg, hogyha ez a győztes Zalaegerszeg edzője, Csank János. Tehát mi a vélemény? Hát ezt mindig szoktam, a VB-n is láttam, és hallottam, hogy mondták, hogy ez nem egy jó meccs, mert nem szórakoztató, ugyanakkor egy ország szorított mondjuk Japánért akkor, amikor mi úgy gondoltuk, hogy ez a mérkőzés rossz. Ez a meccs is nekünk teljesen jó volt, nem játszottuk igazán jól, különösen az volt a problémánk itt a végén, hogy miattól is nagyon késő szólt, nem tudom miért, hogy problémái vannak, amikor megcsináltam a cserét, és utána kényszerpályán mozogtam, hiszen nem így kell, nem így akartam cserélni, de hát a futball az mindig ilyen, hogy áthúzza a számítás, bár még egyszer nem tudom, hogy a Mijatovics miért nem szólt, hiszen a csere pillanatában már jelezte, hogy le kell, hogy jöjjön, akkor nyilván nem így cseréltem volna. És utána már fönt kell tartom a pályán adott esetben a horvátot, aki jól játszott relatíve, de már akkor elkészült az erejével, sőt kapott is egy rúgást, és nem bírt menni. Nyilván nem így lett volna akkor a csere. Hát nagyon jó ütközet volt, mert férfiasan játszottak, a játékvezető jól állt a kérdéshez. Így egy kemény, hát oda-vissza meccs volt. Hát, bekucáztunk egy gólt, voltak még lehetőségeink, és szerencsére úgy emlékszem én legalábbis, hogy nekik nem volt annyira másik födőbe. De hát nyilván ilyen csapatot hanem ez jó eredmény. Hát igen, a bajnok is 3-0-ra kapott ki itt az Eto Parkban, visszatérve még a cserére, végül az igaz, hogy kényszerből született, de nyerő cserének bizonyult, mert ha jól emlékszem, a gólszerző pont Mijatovics helyére jött be. A Bugnovics szabadrúgás lövő, ordítottam meg, hogy oda rúgja vissza, mert mindig cifrázza valami extrát, de most belevágott egyet, és szerencsére nem tudom ki, de jó ütemben lépett bele, hogy gól legyen. Köszönöm szépen Csank Jánosnak, és gratulálok a győzelemhez. Pintér Attilára úgy tűnik, hogy még egy kicsit várni kell, úgyhogy amíg megérkezik az Eto vezetőedzője, addig visszaadom a szót a stúdióban. Igen, köszönöm szépen, meg is érkezett Pintér Attila a győri öltözőből, és rögtön térjünk ki egy jelenetre, ami még a mérkőzés 25. perce környékén történt, hiszen Pintér Attila reklamáltott, ő piros lapot szeretett volna látni az alaegerszegi játékosnál. Kérem akkor, hogy most kommentálja ezt az esetet. Én nem tudom, én nem akarok már állást foglalni, mert azt mondják, hogy mindig, de szerintem itt a labdát nem is akarjuk kocsárni, megszerezni. Hát igen, talán pont ezért volt sárga lap, de közben már, mintha beért volna a többi védő, tehát nem utolsó emberként ugrott volna ki. Hát de itt tévedések vannak szerintem, itt nincs már utolsó ember. Tehát itt szándékos dolgok vannak, nem is akarta megszerezni a labdát, én szerintem ez szándékos volt. Még egyszer mondom, nem akarok állást foglalni ebbe, és nem azért veszítettünk, de az is igaz, hogyha ezt 25. percben piros lappal büntetik, akkor emberforba vagyunk, és sokkal könnyebb dolgunk van, hiszen azt gondolom, hogy mérkőzés előtt is cserélnünk kellett, mert a Babics megsérült, ezer sebből vérzünk, én azt gondolom, de annak ellenére tette a csapat a becsülettel a dolgát. Voltak lehetőségeink, nem tudtunk vele élni, míg az a Zalaegerszeg egy nagyon nagy hibából, amit vétettünk, ott amiből lett a szabadrúgás, és az is egy nagyon elkerülhető dolog volt, és az, amit szabadrúgás, ne szétugrik a sorfel, számomra érthetetlen. Tehát saját magunknak köszönhetjük, hogy kikaptunk itthon. Én azt gondolom, még egyszer mondom, hogy a srácok becsülettel tették a dolgokat, és mentek. Ha még ezt hozzáveszem, ezt a dolgot, nem tudom, kitörő játékos szándékosan, hát lehetett is látni, hogy nem is akarta megszerezni a labdát. Én azt gondolom, hogy amíg más csapatot hagynak fölállni, addig minket ezer sebből vérzünk, minket akkor sem hagynak, nem adják meg azonos lehetőt. Jó, mondjuk a Győr elég szerencsétlen gólt kapott, hiszen ha jól tudom, megpattant a szabadrugásnál ez a labda. De ha marad 0-0 az eredmény, akkor elégedett lett volna az itthon tartott egy ponttal? Még egyszer mondom, hogy a csapat megpróbált mindent elkövetni annak érdekében, hogy megszerezzük a győzelmet. Ma ennyi volt bennünk, nem tudtunk a lehetőségeinket gólra váltani, és a futballtörvény az általában szokott lenni, hogy kapunk egy elkerülhető gólt. Pintér Attilának nagyon szépen köszönöm, és sikeresebb folytatást kívánok. A kedves nézőknek is köszönjük a figyelmet innen az Eto Parkból. Az összes helyszínen dolgozó kollégám, így Matusz Krisztián nevében is búcsúzom a Szóval Stúdiójé.